A történelem kutatása, a történelem megismerése nagyon nehéz feladat. Ennek az egyik oka az, hogy tulajdonképpen a jelen is megismerhetetlen, hiszen egy csomó mindenről nem tudunk, hogy most mi történik. De, hogyha elindulunk visszafelé a múltba, és megpróbálunk régen volt eseményeket megismerni, akkor egyre hiányosabbak lesznek az ismereteink. Hiszen ahogy távolabb vagyunk a saját korunktól, egyre kevesebb a forrás, ezeket a forrásokat lehet, hogy a köztünk eltelt évszázadok során megváltoztatták, talán meghamisították szándékosan. Ráadásul nagyon sok esetben érzelmek is kapcsolódnak ezekhez a kérdésekhez, és az embernek a tisztánlátását, a józan ítélőképességét, az érzelmek azok erősen tudják befolyásolni. Tipikus példa a történelmi megismerés nehézségeire a magyar szent koronának a kérdése. Ez a tárgy, amelyik 2000. január 1 -e óta a Magyarországgyűlés épületében a parlamentben van kiállítva, évszázadokon keresztül jelképezte Magyarországot. A magyar Szent Korona, a hozzá kapcsolódó Szent Koronatan tulajdonképpen azt jelképezte, vagy azt jelentette, hogy az egész ország, az egész magyar királyság a Szent Koronának a tulajdona. De nézzük meg most egy kicsit részletesebben is, hogy mi is ez a tárgy, mi is ez a magyar Szent Koronának ismert nagyon szép műalkotás. Mielőtt részletesen bemutatnám a magyar szent koronát, azelőtt nagyon fontos megjegyezni, hogy napjainkban nincsen egységes, kialakult álláspont arról, hogy a magyar szent korona hogyan, hol és mikor keletkezett. Van, akik azt gondolják, hogy több részből van összeállítva, van, akik pedig azt állítják, hogy ez egy egységes, egész műalkotás. Én nem tudok és nem is akarok állást foglalni ebben a kérdésben, én bemutatni szeretném azt, hogy hogyan néz ki a Magyar Szent Korona, illetve nagy vonalakban, hogy miféle elképzelések vannak a korona készítésérvel kapcsolatban. Tehát nézzük először a korona részeit. A koronának az alsó pántja az, amelyik egy ilyen pártaszerű kiképzésű, tehát egy körív, amit egy uralkodónak a fejére lehet tenni, aranyból készült, és rekesztománc képek vannak rajta, és ezeken a rekesztománc képeken kivétel nélkül görög nyelvű feliratok olvashatók. A görög nyelvű feliratok miatt ezt a koronát úgy szokták hívni, hogy korona gréka, vagyis görög korona. A koronához tartozik egy keresztpánt, ha felülről nézzük, akkor tényleg látszik, hogy ez kereszt alakú és ez a keresztpánt viszont latin nyelvű feliratos képeket tartalmaz. A rekeszománc technika ezekre a képekre is jellemző, tehát itt is az látható, hogy rekeszománc képek vannak rajta, de ezeknek a képeknek a nyelve az latin, és ezért Korona-Latina, vagyis latin koronának nevezik ezt a részt. Mindezt tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a korona két fő részből áll. De ez, hogy két fő részből áll, ezt nem feltétlenül kell úgy érteni, hogy ezt külön készült és külön műhelyben és külön később rakták össze. Egyszerűen ez egy megállapítás hogy van egy görög része a koronának, illetve van egy latin része a koronának. Nem tudom, hogy mikor és hol készítették a különböző részeket, lehet, hogy ugyanakkor egy műhelyben, lehet, hogy különböző időszakokban, de az biztos, hogy a feliratok nyelve görög és latin, és ez ebben következetes a két rész, tehát a párta mindvégig görög feliratokat tartalmaz a latin korona pedig természetesen latin nyelvű feliratokat tartalmaz. Említettem már, hogy a koronán rekeszománc technikával készült képek találhatók. Itt az egyik apostolnak, Szent Péter apostolnak a kinagyított rekeszománc képét látjuk, amit, hogyha közelről nézzük, láthatjuk, hogy ilyen aranyszínű ívek és vonalak Határolnak különböző színes, üvegszerű anyaggal kitöltött részeket. Egy kicsit nézzük meg közelebbről, még ennél is közelebbről, hogy mit is jelent ez a rekezzománsz technika. A rekezzománsz technika úgy működik, hogy vesznek egy fémlemezt, a korona esetében ez aranylemez, és felperemezik. Tehát a lemeznek a szélén néhány milliméter magas perem található aranyból. És ennek a tálcának a belsejébe nagyon vékony aranyszalaggal megformázzák a különböző alakokat, amiket majd szeretnének megjeleníteni a képen. Tehát itt látható, hogy ez milyen hihetetlenül aprólékos munka. Ezeket az aranylemezeket hozzáforrasztják az alaphoz, vagy valamilyen más módon rögzítik. Én sajnos nem értek az ötvös művészethez, tehát pontosan ezt nem tudom, de az biztos, hogy ezeknek az arany szalagoknak a megformálása és elhelyezése hihetetlen precizitást és kézügyességet igényel. Amikor ezzel készen van a művész, akkor elkészíti a zománc festéket, ezt különböző ilyen üvegszerű anyagokat kell porrá törni, vagy nagyon apró darabokra törni, és ezeket a kis festék anyagokat bele kell tenni ezekbe a rekeszekbe. Arra kell figyelni, hogy a rekeszekből egyikből a másikba ne tudjon átfolyni ez az anyag, hiszen ezt utána beleteszik egy kemencébe és kiégetik. Tehát a rekeszek közé elhelyezett zománc festék beleolvad gyakorlatilag ebbe a, a formába, és az attól kezdve már nem javítható, nem módosítható. Így tehát, ha valaki egy rekeszománc képnél valamilyen hibát vét a készítés során, azt már javítani nem lehet, azt akkor előről kell kezdeni. Mindent így tehát, hogyha látunk, akkor megállapítatjuk, hogy hihetetlen művészi ügyesség és kézügyesség szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ilyen alkotásokat hozzon létre. Nézzük most a latin korona részeit az előbb már mutattam Szent Péter apostolnak a képét, ő az egyik szereplője ennek a latin koronának. Ha meglátjuk, akkor, vagy ránézünk erre a képre, láthatjuk, hogy ezek a latin koronán levő képek hosszúkás formájú, téglalap alakú képek, amin a latin nyelven szerepel az egyes szenteknek a neve. Mindegyiknek más arckifejezése van, illetve az úgynevezett attribútumaik a kezükben találhatók az egyes apostoloknak, ugyanis a latin koronán apostolok képei találhatók. Ez például Szent Péter, amit abból is tudunk, hogy a kezében ott van a kulcs, tehát a mennyország kulcsai. Szintén a latin koronán szerepel Szent Pál apostolnak a képe is, látható, hogy teljesen más arckifejezéssel ábrázolják, más, máshogy néz ki, mint ahogy Szent Péternek a képe. Nézzük tovább, ez például Szent Fülöp apostolnak a képe, illetve Szent András apostol is rajta van a korona latinán, vagyis a latin korona. A következő az Szent János ábrázoló kép, illetve Szent Jakab, akinek a képe a Szent Korona latin részén található. Összesen 8 apostolnak a képe található a koronán. Elgondolkozhat rajta valaki, hogy miért nincsen 12 apostol, az összes 12 apostol rajta a Szent Koronán. Ez egyébként az a történészeknek az egyik vitatott kérdés, hogy azt feltételezik, hogy ez a tárgy, ami a keresztpántja a koronának, ez valami másfajta alkotás lehetett, hiszen hiányzik róla az apostolok közül jó néhány. Ugyanakkor ötvösök megállapították, hogy ez nem feltétlenül jelent problémát, ráadásul a korona kiképzésében különböző helyeken bizonyítékokat találtak arra, hogy ennek az alkotásnak, ennek a keresztpántnak csak ez a nyolc apostol volt a, a tagja, tehát a maradék négy nem szerepelt rajta. Hogy miért nem szerepel, erre most itt nem fogunk tudni kitérni. Erről vannak elképzelések, érdemes utána olvasni, például Csomorlajos, vagy... Más kutatóknak a könyveiben, vagy akár videók is találhatók, akár a YouTube-on is erről. Most ez nekünk nem témánk és nem kérdés. Az a megállapítást tehetjük, hogy a Magyar Szent Korona latin koronáján a keresztpánton 8 apostolnak a képe látható, az eddig látott 6 apostolnak a képe teljes mértékben megtalálható a koronán. Illetve van még két apostol kép, amelyik teljesen nem látszik, ugyanis más képek által el van takarva. Az egyik ilyen például Szent Tamás apostolnak a képe, amelyik a korona hátulján található, és a Dukász Mihály kép által van tulajdonképpen félig takarásban, illetve legelő, a pantokrátor Krisztus által takarásban a Szent Bertalan kép látható. Azért van csak így ábrázolva ezen a rajzon, mert a többi része nem látszik, illetve valószínűsíthetően megsemmisült már. A latin korona legtetején van egy nagyon érdekes kép. Ez a kép azok számára, akik ismerik a keleti ikonográfiát, tulajdonképpen egyértelmű, hogy kit is ábrázol. Ez a kép a Pantokrátort ábrázolja. Pantokrátornak nevezzük az utolsó ítéleten ítéletet mondó Jézus Krisztust. Igen ám, de erre a latin Pantokrátornak nevezett képre nincsen a hagyomány szerint felírva Jézusnak a monogramja. Általában a pantokrátor képek mellé oda szokták tenni a görög ikonográfiában Jézus Krisztusnak a monogramját, tehát a nevének a kezdőbetűit. Itt a glória, tehát a fejét övező glória két oldalán a nap és a hold található, illetve két ilyen életfaszerű vagy ciprusfaszerű növény van a két oldalon ábrázolva valamint a pantokrátor képből áll ki az elferdült kereszt, ami a korona legtetején található. Vannak kutatók, akik azt állítják, hogy ez például, hogy itt egy kereszt kép van beleaplikálva egy Jézus képnek a közepébe, ez bizonyíték arra, hogy ez az alkotás, ez a keresztpánt, ez nem lehetett egy koronának, és főleg nem ennek a koronának a része, hiszen ilyet kicsinálna, hogy átfúrják Jézusnak a, a hasát gyakorlatilag, és ott akkor beleillesztenek egy keresztet. Ugyanakkor az ötvösök által végzett kutatások, ötvös művészek által végzett kutatások azt igazolták, hogy ennek a Pantokrátor képnek az eredeti kiképzése is olyan, hogy akár lehet, hogy úgy készült, hogy egy keresztet már oda terveztek ennek a, a közepébe, hiszen peremezve van ez a rekeszománc kép, amelyikbe el van helyezve a, a kereszt. Nem tudom. Tehát eb ebben megint csak nem tudok igazából. Állást foglalni, és nem tudom azt mondani, hogy ez így volt, vagy nem így volt, egyrészt nem vagyok ötvös, másrészt. Ne, tehát ne, nem, nem tudok biztos bizonyítékot, vagy állítást mondani, hogy, hogy ez így volt. Én csak megpróbálom ezt így átadni, hogy az is elképzelhető, hogy ez a korona úgy lett tervezve, hogy ennek a tetején ott van ez a Krisztus kép, és benne. A, a kereszt, meg az is elképzelhető, hogy utólag helyezték el oda a keresztet, és a kis rekeszt-elválasztó aranylemezeket mozgatták úgy, vagy alakítgatták úgy, hogy fölperemeződjön az a kép. Majd később még ebben a videóban fogok mondani pár állítást arról, hogy miért képzelhető el az. Hogy mégiscsak egy egységes alkotás volt ez a korona, a latin és a görög rész együtt, de most egyelőre csak nézzük meg, hogy milyen részekből áll. Most térjünk át a görög korona részre. A görög korona legjellegzetesebb, legfontosabb, mondhatjuk, hogy a legszebb alkotása a korona első részén középen található görög pantokrátor, vagyis a pantokrátor Krisztus kép. Ha most ránézzünk erre a képre, azon kívül, hogy ez félköríves, és itt szerepe Jézus Krisztusnak a monogramja, nem sok különbséget látunk az előző latin pantokrátor képhez képest. Nézzük meg most még egyszer azt a latin pantokrátor képet. Tehát ez a latin pantokrátor a korona tetején, és ez pedig a görög pantokrátor Krisztus kép. Tehát mind a két oldalon, vagy mind a két képen ott van a fa, mind a két képen egy egymáshoz nagyon hasonlító Krisztus ábrázolás van, az életkönyve van a kezében, a kezét áldásra tartva tartja. Tehát ez a kép egy. Pantokrátor kép nagyon hasonlít a latin pantokrátor képhez. Ugye ez a Pantokrátor Krisztus kép, ez a görög ikonográfiának egy nagyon fontos központi képe, központi ábrája. A bizánci Haya Sophia székesegyházban és az abszisban egy ehhez nagyon hasonlító, mozaik képet látunk, ott is ott van Krisztus kezében az életkönyve, és pontosan úgy tartja az ujjait, mint ahogy a magyar Szent Koronán látható Krisztus is tartja az ujjait, és ami nagyon fontos, hogy ott látható a monogram a Glória két oldalán. A pantokrátor Krisztus tehát az a azért szerepel a koronán, Kétszer is, mert a király, aki a fején viseli ezt az uralkodói jelképet, az Jézus Krisztusnak, az utolsó ítéleten ítélkező Krisztusnak, a pantokrátornak a nevében ítélkezik, akkor, amikor ő királyként ítélkezik. Tehát ő nem emberként ítélkezik más emberek fölött, hanem a pantokrátor Krisztusnak a nevében. Ez is mutatja, hogy ez a korona ez nem egy hétköznapi viseletre szánt uralkodói jelvény, hanem egy olyan korona, amit a magyar királyok csak a koronázásukkor, illetve a nagyon-nagyon fontos ünnepeken, vagy az úgynevezett törvénylátó napokon viselhettek. Tehát a Szent Korona nem egy mindennapi viselete volt a magyar királyoknak, hanem csak ritkán viselhettek évente egy-két alkalommal. Nézzük tovább, hogy milyen képek szerepelnek még a görög koronán. A Pantokrátor Krisztushoz legközelebb két oldalt a főangyalok láthatók a főangyalok, vagyis az Istentől származó földi hatalomnak a közvetítői, tehát ők vannak a korona két oldalán, a pantokrátor két oldalán, Szent Mihály főangyal, illetve Szent Gábriel főangyal. Hogy pontosan honnan is tudjuk, hogy melyik angyalról van szó, hát onnan, hogy görögül oda van írva a nevüknek a kezdete, vagy a rövidítése tulajdonképpen. Az arcuk teljesen hasonlít egymáshoz, hiszen az angyalok egyébként nyilván nem ábrázolható. Amiben különbözik a két angyal, az a kezükben tartott láncsának a kialakítása. Minden másban nagyon-nagyon hasonlít egymáshoz a két angyal ábrázolás. Hát persze természetesen a baloldalin itt látható a Mihály rövidítés, Mikhael, itt pedig a Gabriel felirat. A pártán a következő szakaszt az úgynevezett katonaszentek foglalják el, ugyanis a király a hadak vezetője is egyben. Tehát két katonaszent található a főangyalok után a magyar szent koronán, az egyik Szent György, a másik pedig Szent Demeter. Nézzük meg ezeknek a képeknek is a kialakítását. Nagyon hasonlít egyébként az angyalokhoz, a ruhaviseletük is, az arc kifejezéseknek a megformázása, a megformálása, a feliratok minősége, a feliratoknak a betűtípusa, a feliratoknak a színe, ez mind azt mutatja, hogy itt teljesen egységes, egy műhelyben készült alkotásokról van szó. Ugyanakkor kisebb részletbeli különbségek azért megfigyelhetők, hiszen más színű a ruhájuk, más színű a glóriájuknak a, a pereme, tehát vannak különbségek, ugyanakkor maguk a képek azok kiabálják magukról, hogy ezek ugyanarra az alkotásra, ugyanarra a műalkotásra készültek. A következő képek orvos szenteket ábrázolnak, hiszen a magyar apostoli hatalmú király egyben gyógyító személy is. A gyógyítást jelképezik az orvos szentek a koronán, Szent Kozma és Szent Damien. Itt is Egymáshoz hasonlító, ugyanakkor bizonyos részleteikben különböző személyeket látunk, a nevük pedig egyértelműen rá van írva, tehát kétség nem fér hozzá, hogy kit ábrázolnak ezek a képek. A következő csoportot a koronán különböző uralkodók foglalják el. Tehát különböző országoknak az uralkodóit fogjuk látni most. Érdemes megjegyezni, hogy innentől kezdve kicsit más kinézetű képekkel fogunk találkozni, mint idáig. Tehát figyeljük meg majd a részleteket, hogy mik azok a különbségek, amik az eddig látott ábrákhoz képest rögtön szembetűnőek, és elgondolkoztathatnak minket arról, hogy ezek a képek biztosan részei voltak-e annak a műalkotásnak, amit mi magyar szent koronaként ismerünk. A következő kép egy királyt ábrázol, illetve egy császárt, nem is királyt, méghozzá egy kon elnevezésű király, uralkodót, itt látható a K-O-N betű kapcsolat, és oda van írva, hogy Basileusz, tehát ez egy császár, egy római császár, méghozzá kelet-római császár, és oda van írva, hogy genétosz, tehát bíborban született. Ebből a tudósok, a történészek azt a következtetést tudják lemondni, hogy ez bíborban született konstantint ábrázolhatja. Ez a bíborban született, ez azt jelenti a bizánci uralkodók között, hogy ő neki már az apja is császár volt. Ugyanis a bizánci császárok között nagyon gyakori volt az, hogy nem a fiúk örökölte a trónt, hiszen a bizánci császárok közül nagyon sokat hát megöltek uralkodása közben, és gyakran nem a, a, a gyermekük vehette át a, a trónt utánuk, hanem például a valamelyik hadvezér, vagy nagyon gyakran a testőrgárdának a parancsnoka, aki éppen egyébként mondjuk megölte az előző uralkodót. Ebben az esetben azonban Bíborban született Konstantinnak az apja is császár volt, és ezt a Bíborban született Konstantint ábrázolja ez a kép legalábbis. Ezt feltételezhetjük a kon rövidítésből, de mint látjuk nincsen teljesen kiírva a neve. Szerepel egy másik uralkodó is ezen a Szent Koronán, erre pedig az van ráírva, hogy Geobicász a turkok hű királya. Most egyelőre még nem menjünk bele a részletekbe, de azért fölmerülnek ilyen kérdések, hogy, hogy ki is az a Geobicász, tehát hogy, hogy ez milyen név, vagy. Ki, ki lehet ez, mert egyébként ilyen nevet nem nagyon ismerünk, főleg nem a magyar történelemből. A másik pedig az, hogy, hogy ki az a, kik azok a turkok, vagy türkök. Hát természetesen a görög nyelvben nincsenek ékezetes betűk. Még egy dolog feltűnő lehet, hogy ez a személy az egyetlen a Szent Koronán, akinek a fejét nem övezi Glória. Tehát aki nem szent. A képen. Úgyhogy ez a kép egy kicsit gyanús lehet ilyen szempontból. A másik feltűnő, ami, ha ránézzünk erre a két képre, az az lehet, hogy a feliratoknak a betűtípusa és színei különböznek az eddig megismert képeknek a felirat típusától illetve a színétől. A korona hátsó részén, tehát a homlokképpel átellenben levő hátsó részén, pedig ennek az uralkodónak a képe látható. Ide is oda van írva, hogy Mihály, tehát itt a Mih az látható, ugyanúgy, mint ahogy Szent Mihály arkangyal esetében. Illetve az van még mellé írva, görögül, hogy a rómaiak császára. Tehát egy Mih kezdetű, vagy Mihály nevű római császár látható ezen a képen. Most nézzük, hogy a történészek ezek alapján, amit most idáig láttunk, mit feltételeznek a magyar szent korona keletkezéséről. De egyrészt azt, hogy a korona két különböző részből nem egy helyen és nem egy időben készült, tekintve, hogy egyrészt a keresztpántnak az arany alapanyaga egy kicsit más színű, mint a, a pártáé, tehát a görög koronáé, a feliratok nem ugyanazon a nyelven vannak, illetve hát látható, hogy egy kicsit más formájúak a képek, a, a keresztpánton hosszúkás képek vannak, a pártán pedig a görög koronán pedig pont négyzet alakú képek, tehát emiatt két helyen nem egy időben készült műalkotást feltételeznek a történészek, amit valamikor valamilyen célból Egyesítettek, és úgy hozták létre ezt a magyar Szent Koronának ismert műtárgyat. A görög korona és a latin korona az két különböző időben különböző helyen készült dolog. A másik feltételezés, hogy ez a korona mindenféle történelmi hagyomány vagy mondai hagyomány ellenére nem lehetett Szent István fején, mert. Egy Géza nevű király, az első Géza nevű királyunk kapta, nagy valószínűség szerint Dukász Mihály Bizánci, Bizánci császától, hiszen ha a koronán ott van Dukász Mihálynak a képe, akkor ebből az következik, hogy nem kaphatta meg a Dukász Mihály uralkodása előtt mondjuk 70 évvel élt Szent István, hiszen akkor logikusan nem szerepelhetne a koronán Dukász Mihálynak a képe, illetve Bíborban született Konstantinnak a képese, aki egy másik időszakban élt. Tehát ezek miatt, a képek miatt, főleg a Geobicász kép és a Dukász Mihály kép miatt, azt feltételezik a történészek, hogy ez a korona nem lehetett Szent István fején nézzük meg, hogy mit feltételeznek, vagy mit állapítottak meg az ötvösök. Ötvösök azok a művészek, akik arany készítéssel, tehát arany művességgel foglalkoznak, ékszereket állítanak elő. A Magyar Szent Korona hosszú története során nagyon kalandos sorsa volt, majd a videó végén láthatunk egy egy kis animációt arról, hogy mik is történtek a koronával az évszázadok során, és a második világháború végén a magyar szent korona elkerült Magyarországról, és csak 1978-ban térhetett vissza, és 1983-ban engedték meg egy ötvös szakmai csoportnak, hogy részletesen lefényképezzék és megvizsgálják a magyar szent koronát, kézbe vegyék, méréseket hajtsanak rajta végre, és pontosan mérjék föl, hogy, hogy, tulajdonképpen mi is ez az alkotás, De és ezek az ötvösök akkor különböző megállapításokat tettek, nagyon nagy vonalakban, nem túl részletesen, tekintsük most át, hogy mik is ezek a megállapítások. Az előbb említett Dukász Mihály és Geobicász kérdésével kapcsolatban a legfontosabb megállapítása az ötvösöknek az volt, hogy ezek a képek Bizonyíthatóan később kerültek a koronára, tehát nem voltak részei az eredeti magyar szent koronának. Nézzük meg most egy kicsit összehasonlítás szempontjából a korona elején található pantokrátor és a korona hátulján található dukász Mihály képet. A korona elején levő pantokrátor képen jól látható, hogy itt alul egy gyöngysor fut végig. Hát meg is számolhatjuk, hogy hány gyöngy, de minden esetre ez a gyöngysor itt végig végigmegy. Hátul ez a gyöngysor nem folytatódik. Egyébként az egész koronán megy, tehát a görög korona teljes peremén megy ez a gyöngysor, csak a Dukász Mihály kép alatt nem folytatódik, itt le van zárva a gyöngysor, meg itt is le van zárva, és emiatt nem folytonos a, a gyöngysor körbe. Azután a két kép befoglalása is különbözik. A Pantokrátor Krisztus kép nagyon jól láthatóan peremezéssel van befoglalva a koronába. Azt persze tudni kell, hogy ezek a rekeszománc képek, ezeket külön el kellett készíteni, és amikor ezek készen lettek, akkor szerelték rá a koronára őket. De ha pontosan oda lettek tervezve, akkor nyilván a befoglalójuk az pont akkora volt, hogy ez a, ezek a képek ide pontosan elférjenek. És így a Krisztus kép az elején, az nagyon pontosan szépen oda van peremezve. Ugyanez a hátoldalon nem látszik. Tehát ez a Dukász Mihály kép láthatóan nem erre a koronára készült, hiszen jóval nagyobb, mint a rendelkezésére álló hely. Tehát nem kell hozzá különösebben művészettörténésznek, vagy akár ötvösnek lenni, hogy lássuk, hogy ez a két kép közül az egyik, a Krisztus kép, ez oda lett tervezve, a Dukász Mihály kép viszont nem lett oda tervezve az előbb említett ép, illetve hiányos gyöngysor is pont erről árulkodik. A másik pedig a szakszerű rögzítés kérdése. Ez a kép szakszerűen van rögzítve, itt viszont azt látjuk, hogy egyrészt szegecselve van, másrészt még két lyuk is van ide képezve az aranylemezbe, ami ráadásul nem is tartalmaz szegecset. Az ötvösök azt állapították meg, hogy ezek a szegecselési helyek, ezek arról árulkodnak, hogy itt nem szakember készítette ennek a képnek a felrögzítését. De gondoljunk bele abba, hogy egy bizánci császár, aki egy ilyen koronát ajándékba elkészítés és odaad egy másik uralkodónak, az engedte volna, hogy egy olyan kép kerüljön ki, vagy egy olyan alkotás kerüljön ki a kezéből, amelyiknél az ő szent mi voltát, tehát a klóriáját a átfúrják, vagy a nevét úgy rögzítsék, hogy a képét úgy rögzítsék, hogy a neve át van furva, és gyakorlatilag a kép így ilyen módon sérül. Ez nehezen feltételezhető. Tehát, annak a megállapítása, hogy a Dukász Mihály kép része volt-e a magyar Szent Koronának, ez, ez, szerintem nem lehet érzelmi kérdés, mert ez még a laikusok számára, mint például én is, teljesen nyilvánvaló, hogy, hogy itt valami történt, tehát hogy ez a kép ez nem ide való. Tehát ott a két lyuk, illetve a két szegecsnek a, az elhelyezése, ez, egészen nyilvánvalóan arról tanúskodik, hogy ez a kép nem a Szent Koronának a része. Az előbb említett görög korona részeken található eddig mutatott ábrázolások, tehát az orvos szentek, a katona szentek és az arkangyalok egységes stílusban készültek, kék feliratúak, és még azt is megfigyelhetjük, hogy mindegyiknek a szeme úgy van kialakítva, hogy arra fordul, amerre a középen található Pantokrátor Krisztus. Tehát egyértelműen a Pantokrátor Krisztus felé néznek. Ezzel szemben a maradék három kép, a Dukász Mihály kép, a Bíborban született Konstantin és a Geobicász kép más. Mások a betűképek, más a betű szín, látjuk egyik oldalon kék, a másik oldalon pedig vörös és fekete feliratok vannak, illetve az előbb említett különbségek vagy jellegzetességek, azok arról tanúskodhatnak, hogy, hogy itt valamiféle műveletek történtek ezekkel a képekkel, tehát nem feltétlenül a Szent Koronára készültek. Aztán itt van Geobicásznak a kérdése. Ez a geobicász, ez azért kérdéses, mert nem tudjuk, hogy ő ki. A, lehet, hogy ő Géza fejedelem, aki 972 és 997 között uralkodott. Mert ha ő lenne, akkor a, az aurának, a glóriának a hiánya például tanúskodhatna arról, hogy ő még esetleg nem a, a kereszténységben nevelkedett, hanem ő később lett megkeresztelve, és akkor erre utalhat. De, de az, hogy geobicásznak van elnevezve, ez kérdéseket vet föl, hogy most akkor ez tulajdonképpen kicsoda is, hiszen semmilyen más forrásban nem szerepel úgy a neve, hogy Geobicász. Vagy ő első Géza király, aki 1074 és 77 között uralkodott? hát elképzelhető, vagy pedig valaki más, nem tudjuk. Nehéz erre most itt így bármit is mondani, hiszen ez egy nagyon komoly kérdés a Magyar Szent Koronán. És akkor még vannak itt ötvös szakmai kérdések is, hogyha egy kicsit megnézzük a peremezését, illetve befoglalását ennek a geobicász képnek, akkor láthatjuk, hogy egyrészt itt a, a, peremmel vannak gondok, másrészt ezen a nagyításon nem annyira látszik talán, de itt egy kicsit halványabb a képnek a széle, végig körben, Ami arra utalhat, hogy ez a kép valahol máshol szerepelhetett, egy másik műalkotáson, ahol egy peremezés, egy másik befoglalás védte ott az arany réteget, és emiatt kevésbé barnult be, kevésbé sötétedett be ott az arany, és ez is egy árulkodó jel lehet arra nézve, hogy ez a kép valahol máshol szerepelt. Elképzelhető ettől még, hogy a Magyar Szent Koronának a része volt, csak egy másik helyen, nem tudjuk, lehet, de valószínű, hogy ezzel valamikor valami történhetett, és megmozgatták legalábbis ezt a képet. Tehát az a megállapítás tehető róla, hogy ez a kép valószínűleg más keretbe volt befoglalva valamikor. Akkor nézzük az ötvösöknek mi a véleménye arról, hogy keletkezhetett-e egyszerre, vagy pedig Tényleg külön műhelyben, külön helyen keletkezett a koronának a két fő része. Nézzük, hogy mi a helyzet ezzel. A koronának a teljes, tehát tényleg a teljes, a görög és a latin koronának egybevéve a teljes jelképrendszere egységes. Legalábbis lehet találni olyan magyarázatot rá, miszerint ez a, a az alkotás, ez egy egységes jelképrendszer szerint készült és épült föl. A korona elején a, a néppel, a, az alatvalókkal szemben található a legfontosabb kép, a Pantokrátor Krisztus, Jézus Krisztus. Itt megint csak nincs kérdés, ott van a monogram, tehát ez biztos, hogy Jézus Krisztust ábrázolja. Ő a fiú, aki a keresztény tanításoknak egy kicsit is ismerője, az pontosan tudja, hogy a kereszténység szerint egy Isten van, és ez az egy Isten, ez három szeméből, az atyából, a fiúból és a szent lélekből áll. A, az atya, az atya Isten egy lélek. Ő nem látható, nem ábrázolható. A középkorban nem is tudták másképp ábrázolni, csak az evangéliumok alapján, Jézus azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az atyát is. Tehát ha valaki mindenképpen ábrázolni akarja az Atya Istent, akkor nem tudja azt megtenni másképp a középkorban, csak úgy, hogyha egy másik Krisztus képet helyez el például arra a műalkotásra, és hogyha ilyen szempontból nézzük a korona legtetején található pantokrátor képet, amire egyébként nincs odaírva Jézus Krisztusnak a monogramja, akkor gondolhatjuk, vagy feltételezhetjük azt, hogy ez pedig az atyát ábrázolja. És ilyen módon az ölében tartott gömb, a keresztnek a talp gömbje, az jelképezheti a világ mindenséget, amit az atya teremtett és tart fent a világ végezetéig. Tehát én ezt nem állítom, hogy ez így van, de elképzelhető, ha egy egységes műalkotásnak tekintjük a Szent Koronát, hogy a korona elején levő pantokrátor az a fiú tábrázoló pantokrátor, a korona tetején levő latin pantokrátor pedig az Atya Isten tábrázoló pantokrátor. Viszont ebben az esetben a képen, a koronán szerepelnie kell a Szentléleknek is, hiszen az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt alkotják a Szent Háromságot. De hát hol keressük akkor a Szent Háromságot. Hát logikusan akkor előről fölfelé haladva hátul kellene megtalálnunk a Szent Háromságot ábrázoló képet, illetve a Szent Lél Lelket ábrázoló képet, viszont ott hátul Dukász Mihály képet található. Igen, nem, de erről a Dukász Mihályról az előbb állapítottuk meg, hogy ez a kép, ez később kerülhetett rá a koronára. Tehát akkor elképzelhető, hogy valamikor itt hátul volt egy olyan kép, amelyik valamilyen módon a szent lelket ábrázolta, ami megint csak egy nehéz kérdés, hiszen a szent lélek, mivel hogy lélek, ábrázolhatatlan. Erre egy jó válasz lehet az, hogy ott hátul Szűz Mária képe lehetett, mert Szűz Mária az, aki a Szent Lélektől fogant az evangéliumok tanulsága szerint. Tehát ha így tekintünk a koronára, hogy rajta van a teljes szent háromság, akkor ez így megmagyarázhatja azt, hogy a különböző helyeken miért szerepel például két nagyon hasonlító pantokrátor kép a, koronán. Az ötvösök feltételezték, hogy itt hátul, tehát Szűz Mária képe lehetett, illetve a Szűz Mária kép tetején pedig egy arany galamb, amelyik valamikor letörhetett, nagy valószínűség szerint akkor, amikor a Mohácsi vész után megpróbálták a koronát elmenekíteni az addig őrzési helyéről, nehogy a törökök kezébe kerüljön de az is elképzelhető, hogy valamikor máskor törték le onnét ezt a, az aranygalambot. A szűzmária kép nincs meg. Tehát nem tudjuk, hogy, hogy hogy nézhetett ki. Amit itt, itt ezen a képen látunk, ez egy ö, olyan szűzmáriát ábrázoló rekeszománc kép, ami méretei alapján akár lehetett volna is a Magyar Szent Koronán, de hogy ez volt-e ott, vagy nem, vagy egyáltalán ott szüzmária képe volt, az azért mai napig nincs tökéletesen bebizonyítva. Viszont az újkorban az 1600-as évek elején, amikor a Magyar Szent Korona visszakerült Magyarországra Prágából, akkor egy Révai Péter nevű koronaőr, aki elég behatóan vizsgálta akkoriban a koronát, egy könyvet jelentetett meg 1613-ból a Magyar Szent Koronáról, és részletesen leírta, hogy milyen képek szerepelnek a koronán. És Révai Péter leírásában az szerepel, hogy a Szent Koronán elől a Pantokrátor Krisztus, hátul pedig Szűz Mária képe van. Ezt mondja Révai Péter. Most, hogyha Révai Péter mennyire volt szakember a kérdésben, meg az ikonográfiában, ezt én nem tudom, de az biztos, hogy ezt a szakállas uralkodó képet, ahova ráadásul rá volt írva, hogy ez egy bizánci császár, nem nézte szűzmáriának, az arra az, a, a, mérget vehetünk, az biztos. Tehát, hogy 1613-ban nem ez a kép volt, a korona hátsó felén, az Révai Péter tanúsága szerint is így van. És akkor most még nézzük meg, hogy hogyan is helyezkednek el a képek a magyar Szent Koronán. Itt ez az ábra mutatja a különböző képeket, tehát elől látható a Pantokrátor Krisztus, mellette a két főangyal, a két katonaszent, a két Orvosszent, és hátul a vitatott kérdésű uralkodók, fölül a másik pantográtor, a latin pantográtor, Péter és Pál, András és Fülöp, János, Jakab és Bertalan és Tamás apostoloknak a képei. Akkor a kutatók azt feltételezik, hogy a Képek elrendezése a következő lehetett. Tehát a Mihály Gábor főandja az, az ugyanott volt, az apostolok természetesen ugyanott voltak, a két katona szent ugyanott, a két orvos szent ugyanott, középen a szűzmária kép, és a hátsó két kép az pedig kérdéses. Tehát ezt pontosan. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, vagy nem annyira röviden elmondani a Magyar Szent Korona felépítéséről. És még egyszer a végén összefoglalnám, hogy amiket én itt elmondtam ezekre, én bizonyítékot nem tudok. Én csak annyit tudok mondani, amiket én is olvastam, vagy hallottam különböző kutatóktól, és itt mindenképpen meg kell jegyeznem Ludwig Rezsőt, akivel többször is beszélgettünk erről a, a Szent Koronáról. Ő részese volt annak az ötvös csoportnak, amelyik 1983-ban vizsgálta a Magyar Szent Koronát. Egyébként ő neki a Youtube-on megtalálhatók más videói is, és ezt ajánlom is, hogy nézzék meg és nézzétek meg, mert nagyon hasznos tudással, rendelkezik, és ezt a tudást próbálja is átadni mindenki számára. Most pedig a videó végén egy pár percben szeretném azt az animációt bemutatni, ami a Magyarországgyűlés által készített animáció a Magyar Szent Korona történetéről. Ez a videó, ez a Magyarországgyűlésnek a tulajdona, és csak azért teszem rá, erre a videóra, hogy könnyebben és egyszerre lehessen megtekinteni. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy kutakodjon, nézzen utána ezeknek a kérdéseknek, és talán annyit, annyiban sikerült segítséget nyújtanom, hogy lássuk, hogy a történeti kutatások azok soha nem egyszerűek, és mindig nagyon sok oldalról kell megvizsgálni az egyes kérdéseket, és még akkor se biztos, hogy a kérdésekben megnyugtató válaszok, vagy kérdésekre megnyugtató válaszokat fogunk kapni. Most tehát nézzük meg ezt a rövid összefoglalást a Magyar Szent Korona későbbi történetéről. A középkor során a korona köré kialakult a koronázási jelvények együttese. Az országalma, a koronázási kard, a jogar, és az eredetileg miseruhának készült koronázási palást is. Székesfehérváron az esztergomi érseknek a szent koronával kellett megkoronáznia a jelöltet, különben a szertartás érvénytelen volt. Később a koronázás helyszíne változott. Pozsonyban, Sopronban és Budán is tartottak koronázásokat. A hatalom megszerzése tehát csak a korona birtoklásával volt lehetséges. Ezt mutatta már az Árpádház kihalását követő trónviszá is, de még számos politikai konfliktusban játszott kulcs szerepet. 1440-ben, hogy fia számára biztosítsa a trónt, Zsigmond király lánya, az özvegy Erzsébet királyné szolgálójával raboltatta el a koronát Visegrád várából. Ekkor kis hián a jeges Dunába veszett végül Bécs új helyen a korona harmadik frigyes kezébe került. Mátyás király 80 ezer aranyforintért vásárolta vissza 1463-ban. A török hódoltság idején a Habsburg uralkodók székhelyein előbb Bécsben, majd Prágában őrizték, majd 1608-ban került ismét haza Pozsonyba. 1784-ben aztán második József, aki ugyan nem koronáztatta meg magát, hogy ne korlátozza őt a koronázási eskü, viszont felismerte a korona hatalmát, Bécsbe vitette. 1790-ben halála előtt pár nappal ünnepélyes keretek között szállították Budára. 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök néhány képviselőtársával együtt az Aldunai Orsovánál, a Habsburg és az Oszmán Birodalom közötti senki egy mocsárba rejtette el a bukott szabadságharc után, hogy ne kerülhessen a császári seregek birtokába. Csak évekkel később, krími beillő kaland során találtak rá. A második világháború alatt egy benzines hordóban ásták el Ausztriában, majd 1953-ban az Egyesült Államokba került közel egy emberöltőt töltött Fort Knox katonai erődjében. 1978-ban kapta vissza a nemzet. Egészen az ezredfordulóig a Nemzeti Múzeumban volt kiállítva, a többi koronázási jelvénnyel együtt. A Szent Korona alkotmányos fejlődésünk történelme során szerves részét képezte államiságunknak, a kommunista évtizedek kivételével a 16. századra kialakult a Szent Koronatan, miszerint a királyi hatalom és a nemzet egysége a Szent Koronában testesül meg. Ez lehetővé tette, hogy különböző korszakok emberei is magukénak vallják a Szent Koronatan eszméjét. Alaptörvényünk ünnepélyes bevezetője, a nemzeti hitvallás ezt így fogalmazza meg nekünk. Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét. A koronázás szertartásrendjei sok évszázados fejlődés eredménye volt. Az utolsó és egyben legjobban dokumentált koronázást 1916. decemberében tartották a fővárosban, az első világháború közepette utazzunk is vissza az időben, és nézzük, milyen volt az utolsó királyi pár, Habsburg IV. Károly és Zita királyné koronázása. Az előkészületek nem merültek ki a megfelelő drapériák és virágok kiválasztásában. Az országgyűlésnek meg kellett fogalmaznia a leendő uralkodó koronázási hitlevelét, melynek elfogadásával Károly kinyilvánította, hogy királyként tiszteletben tartja az ország törvényeit. Most pillantsunk rá a koronázás napjára. Az ünnepség a Mátyás templomban kezdődik, a beavatási ceremóniával. Először az érsek olajjal felkeni a királyt, majd a miniszterelnökkel együtt a király fejére teszi a koronát. Az érsek 1687-től az ország uralkodó utáni első emberével a nádorral közösen végezte a beavatást. Mivel 1916 Magyarországán már nem volt nádor, a miniszterelnök töltötte be e szerepet. A királynét a veszprémi püspök koronázza saját koronájával. A Szent Koronát a miniszterelnök és az érsek csak a királyné vállához érintik, szimbolizálva, hogy kisebb mértékben ugyan, de ő is kiveszi a részét az országlás terheiből. A ceremónia ezzel még korán sem ért véget. A templom előtt a Szent Háromság téren a koronázás legfontosabb eleme, az eskü következik. A korábban a hitlevélben elfogadott elv alapján Károly az érseket ismételve ígéretet tesz a magyar törvények tiszteletben tartására. Az esküt a koronázás egyik leglátványosabb eleme követi a Szent Győrtéren felépített koronázási dombon. A domb felépítéséhez minden vármegyéből küldöttségek hozták az anyaföldet. A király fellovagol a dombra és a négy égtáj felé suhint a koronázási karddal. Ezzel jelzi, hogy kész megvédeni országát, bármely irányból is érkezzen támadás. A szertartást a királyi palota báltermében rendezett szimbolikus lakoma zárja le. A népes közönség tekintetétől övezve a királyi pár a miniszterelnök, az érsekek és a pápai nuncius társaságában ül asztalhoz a közel 20 fogásos menüt a főudvarmester intésére az étekfogó irányításával szolgálják fel. A király a tradíciót követve nem fogyaszt a koronázási ebéden semmit, kifejezvén, hogy az országlás terhe elvonja őt a földi élvezetektől. Az érintetlen ételeket pedig rászorulóknak, kórházaknak adományozzák. Végül még a palotában elkészül a királyi párról az első hivatalos portré. a Szent Korona, a Jogar, az Országalma és a Koronázási Kard 2000-ben az Országház kupola csarnokában lett elhelyezve, hogy hirdesse Magyarország alkotmányos államiságát és a nemzet egységét.